Sziasztok, itt vagyunk az Iliens következő részébe, és majdnem azt mondtam kihívást, de egyébként nem. És gyors, el akarom mondani azt, amit nem mondtam az előző videóban, hogy most már látszik a egér itt, mert rájöttem az első pár videóban, hogy nem láttam vágáskor az egeret, úgyhogy valószínűleg nem állítottam be, hát így is volt, nem állítottam be a felvételkor a látszódik az egér, de most már az látszódik, úgyhogy tényleg ezer bocsi, hogy nem láttátok, és esetleg úgy magyaráztam, hogy mutogattam volna, de hát ezt nem láttátok, de azért remélem, hogy attól még nézhető a videó. Illetve a másik, hogy új egerem van, mert tönkre ment a híres gaming egér egy év alatt, úgyhogy most egy nagyon hagyományos, olcsó egerem van, és ez eléggé kattog, úgyhogy remélem, hogy ez sem zavar annyira titeket, de hát most nem volt, nem akartam, és nem is volt rá pénzem ilyen drágát venni. Na szóval ott tartottam, egy picit annyi volt, hogy aludtak, meg elment iskolába meg dolgozni. Most jelenleg itthon fel is pörgetem, dolgozik most ugye Alice. Neki egy könyvet kell megírnia, illetve valamiből inspirálódnia kell. Itt az van ugye, hogy inspirálódhat festészetből, főzésből, és ugye hát írásból is, könyvírásból is, illetve valamilyen játékból. De hát nem tudom, múltkor például irattam vele könyvet, és egyáltalán nem inspirálódott. Tehát ez nem x-elődött ki. Vagy pipálódott ki, hát majd most meglátjuk, hogy ez hogy történik. És akkor a mai rész ugye arról fog szólni, hogy ez a pár nap, amíg születésnap nem lesz. Ja igen, a következő, amit még nem mondtam, hogy csináltattam Alice-szel egy másik tortát, ezt addig leveszem. Itt van. Ugyanis ugye csináltattam egy zombi tortát az előző részbe. Igen, nem, csak hogy a zombi tortát kiderült, hogy Alice-nek a inventóriába tettem bele, ami azt jelenti, hogy megrombott, ki kellett dobni, ezért itt, mint látjátok, egy téli tortát csináltam neki, vagyis hát konkrétan ugye majd nekik, mert végül is neki. Ó, megjött közben. Ó, hát igen, nagyon-nagyon-nagyon koszosan ment el szegény. Hát igen. Ó, Alice meg írta a könyvet. Beszélj tanára. De nem menj már el. Folytasd. Tudom, hogy éhes vagy, de akkor is. Milad, te mit fogsz? Te most elmész játszani. Jó, amúgy is neked az kell. Mikor lesz iskola? 16 óra múlva. Jó, majd utána megcsináljuk a házit. Nem sok van már neki. Ugye pár nap van, ezt megpróbálom így felpörgetni. Hát nem őt kell nézni, mert ő neki nagyon sok 8 napja van, de ugye neki van 2 napja, 2 napon meg fog öregedni, úgyhogy azt veszük számításba, akkor fog Alice is megöregedni, mert együtt akarom, hogy megöregedjenek. Még akkor is, ha annyira hosszú életűek, illetve igen, lehet, hogy valamiért, nem tudom miért, elkezdett a székem nyikorogni. Úgyhogy ezer bocsi, tényleg érte, de valamiért nem tudom, elkezdett nyikorogni. Lehet, hogy be kéne olajozni. Én azt akartam megnézni, hogy ő keményen dolgozik egyébként, úgyhogy lehet, hogy ebből lesz valami előléptetés. Meglátjuk, meglátjuk. Nem is tudom, hogy hanyadiknál tart, de mindjárt megnézem. Szerintem negyedik jön? Igen, negyedik jön. Hát, ó, ez nagyon pompázatos egy rajz. Fantasztikus. Fantasztikus. És Alice, ahol ő elment vécére, de igazából enni nem nagyon evett. Ja, mert most játszani ment, csak közben, akkor milyen valami, egyéb valami gyors ételt, mondjuk egy magyaró vagy a szendvicsel biztos, hogy jól laksz. És előléptették, a negyedik lett. Aha, nagyon jó. Szírum előállított, ezek nem olyan fontosak egyébként, mert jó, hát már ez vécére. Oké. Hát a szokásos szórakozás, meg unott. Mit csinálsz itt? Figyelj csak, szerintem ő a fiad konkrétan. Nem merem hangosra állítani nektek, mert én sem fogom annyira hallani, én sem hallom olyan jól. Ti egyébként vágáskor sokkal jobban halljátok, mint én, ahogy most hallom, de azért, hogy ne legyen nektek hangos. Emel. Angelo Patel, igen, ő a gyereke, konkrétan. Valami beszélgessetek egy kicsit.
Nem tudom, mi neked a szórakoztató. Lehet, hogy... Oké, mi megnézem. Ó, köszönöm, beszélgetnek. Vagyis hát úgy csinálnak, mintha beszélgetnének, igazából nagy interakció nincsen. Még azt akartam megnézni, hogy neked mennyi van még. De szerintem neki még van ideje, vagy neki se sok. Jaj, neki meg egy napja van. Aha, hát ez nagyon jó, remélem nem lesz semmilyen. Lottó, tehát ezt veszünk lottót, na nem, hogy veszünk. Aha, és akkor mind a kettő. Itt lehetne elésznek egyébként, de hát nyilván nem fogom. És akkor ez a rész tényleg erről fog szólni, ahogy ők, és akkor a következő rész meg még valószínűleg meghagyom, bár hogyha lehet, hogyha ha hamar eltelik ez az egy nap, akkor lehet, hogy egy részre redukálom a két részt, de majd meglátjuk, hogy de az is lehet, hogy kicsit tovább még játszok velük, és akkor majd még egy rész, amikor már tényleg öregek lesznek. Mert azt mindenképpen szeretném, hogy te hova mész? Ja, hát tehát ez hogy jön össze a kettő? Akkor ússzál köröket, gyere. Akkor lehet, hogy neked is úszni kéne köröket, gyere. Egy kicsit nem mindig a tévé meg a számítógép, mondom én, aki tényleg itt vagyok a számítógépnél, de a szimeket nem nagyon szeretem, hogy oda mennek. És igazából nem is hallgatnak különösebben rám, de valószínűleg ez a ház okozza ezt lehet. De egyébként észrevettem más videósnál is, hogy ugyanúgy nem szeretnek, nem tudnak, vagy nem hallgatnak rá. Hát azért ez a Angel, Agent 13 nem egy rossz pasi. Meg kell adni. Mit szeretnél csinálni? Frissüljön fel a tükörnél, na gyere! Frissülj fel, keresünk neked egy tükröt. Ó, hát le is. Frissülj, gyere, frissüljél fel. Frissüljél fel, aztán mehetsz enni. Jaj, de mit adjunk neked? Én nem merek neked adni enni. Egyen maradékot. Mit fogsz maradékot venni? Mit fogsz tényleg? Hát nincs is maradék. Jaj, ne, ugye nem akarod a tortát, nem fogja megenni a tortát. Kapcsolod ki. Aludni. Jó, te menjél aludni, akkor neked végül is a munkádat elvégeztük. Hanyason állsz? Négyes. Aha. Egész jó. Jó, most megjön a frissítés, akkor a magyar nyelv az nem fog jó lenni a frissített változatra. Addig, amíg ők ki nem adják, úgyhogy ezért elég rendesen elgondolkoztam ezen, hogy egyáltalán rátegyem a magyart, illetve hogy mennyire tudok boldogulni majd az angol nyelvvel, de lehet, hogy ez egy jelzés nekem, hogy na, tanuljuk akkor az angolt. Jó, akkor gyere, aztán gyere, nem képet nézek. Megnézem, hogy mi van. Szívecske sütét csinálni nem fogunk szívecske. Vagy nem eszik a tortából, hanem csinálja szívecske sütét, ha már ilyen flört. Mitől lettél? Én egyébként mitől vagy flörtől? És ettől, hogy most nézegetted magadat? Aha, lehet egyébként. Könnyen lehet. Jó. Csinálja szívecske sütét. Nézzük, hogy csinálod ezt a szívecske sütét. Én konkrétan nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nagyon szeretem, mikor sütnek. Olyan, tök jó, mikor sütnek. Így, tök jó egyébként nézni. Én szeretem, hogy amikor horgásznak, azt is szeretem, a kertészkedést is nagyon szeretem. És igen, bocsi, én gyorsan beszélek, mert figyelek, és közben nem tudom, tehát én amúgy is egy gyorsan beszélő ember vagyok, és én nem tudom lassan mondani, mert... Tényleg ne haragudjatok, de beszélek, szóval, hogy én nem tudok egyszerre figyelni, meg a hangomra is figyelni. Én ilyen vagyok, én bizony gyorsan beszélek, úgyhogy nyilván, ha valamit nem értetek, akkor nyugodtan kérdezzetek rá a videóim alatt, és akkor fogok rá válaszolni, mindenkinek általában válaszolok, vagy ha én nem, akkor más válaszol, de nyilván, hogyha hadarással kapcsolatban, akkor majd válaszolok, de szerintem ez nem egy olyan nagy dolog. Egyébként ez meg tud romolni?
22 óra alatt, akkor viszont, és lefeküdt aludni. Mindenki alszik. Oké, én kitettem ide, úgyhogy őket is fölköltöm, mindenkit fölköltök. És gyertek ide. Gyere ide. Gyere ide. És te fogod elfújni a gyertyát. Próbálom így egy kicsit, hogy a falak... Egyébként kitettem, mert kapta Alice, ha jól tudom, igen, Alice kapta ezt a érdemet, hogy ugye előléptették. Jaj. Ó, kikapcsolták közben az áramot, mert közben ugye lement a... Ja, egyébként tök mindegy, mi forró fegy, nem, mert... Jó, tesó. Legyen tesó. Tesó. És ő legyen a természet gyereke, legyen és legyen ilyen, nem tudom miért, de... Hát nem tudom, a játék imád rövid hajakat tenni. Jó, te be tudod fizetni most már a számlát? Szülinapos, nem tudja. Jaj. Hát igen, én, mint mondottam, 10.208 színalom. Szóval, hogy én tényleg nagyon, nagyon el tudom felejteni. Ó, kapott ajándékot, na majd megnézi Mila, hogy mit kapott. Jó. Vegyél te is egyszer, nem tudom, hogy éhes vagy úgyis. Hát, nem, ugye nem fogom átalakítani, így marad Mila, ő most egy ilyen csajszi lett, rövidhajú csajszi, kis vöröshajú, rövidhajú. És nem is tudom, hogy mikor, de akkor most ő a középiskolai tanuló. Ezt el is adjuk. Jó, na akkor ezt majd te megcsináld utána, ha ettél. Dolgozni, mikor kell menni. Az életcélukat nem tudom, hogy 5 óra múlva nem igazán akarok már velük foglalkozni. Egy kicsit csak úgy teljen az idő, játszunk, ugye. Majd annyi, hogy ezt a tortát, ugye ezt mindjárt ki is dobom, mert állandóan tortára fognak járni. Ami tényleg mindegy, de akarok sütetni egy tortát. Ugye akkor most lehet, hogy Mila, ha megcsináltad a leckét, akkor Alice, menj ki a képből. Köszönöm. Szóval Alice-szel fogok sütetni. Ő még ugye nem csinált semmit, igazából semmit. Tehát ugye null, full. Full null. Ezen a téren. A hamburger tortára megnézzük. Csináltatok egy hamburger tortát, hogy arra rá lehet egyáltalán tenni majd a gyertyákat. Nem tudom, mert vártuk rá, elfelejtettem ezeket, nem tudom. Őt a sütemény mellett, jó, de ezt kidobjuk. Egyél annyit. Jó, Alice, te mit csinálsz amúgy? Tényleg várjunk csak neked, lehet, hogy el tudnánk érni az interakciót, mert... Ó, lottot kell venni. Lottot kell venni. Úgyhogy vásároljunk egy lottot. Nem hinném, hogy megnyernénk egyébként, tehát a szíveim nem szokták ezt megnyerni. És akkor neki hogy állunk egyébként? 46. Jó van, akkor tudod mit, akkor menjünk el randira. Vagy akár itt is maradhatnánk, csak a randit kezdjük el itt megcsinálni. Akár. Végülis nem muszáj elmenni. Vagy elmenjünk? Hát lehet, hogy menjünk el még azért máshol, ne itt legyünk mindig. Még 3 randit csak megpróbálom neki elérni, hát ha sikerül. Oké. Na nézzük, hol, ahol nem volt. Itt voltunk már? Lehet, itt volt. Ne is Oasis Pink. Menjünk, mert mindig itt voltunk. Brightchester, Sulani. Rindenton Bay-be mi van? Tudunk-e valahova menni egy közösség ebbe a bárba? Ez egy bár van itt már. Ezzel szel jártam. Sulamit nem szeretem. Windenburgbe. Szerintem ott
ott is voltunk, kávézó, italozó, kávézó. Hát. Menjünk ide be a szigetre. Ott még úgyse voltunk. Hát a lehető legjobb időben jöttünk, esőbe. De hát nem baj. Sajnos itt az a baj, hogy elbújni se tudunk. Ez egyáltalán nem jó hír, úgyhogy lehet, hogy el kell vinnem, nem lehet. Várjál, mit kell megcsinálni? Társalogni kell? Hol vagy? Hol vagytok? Itt haza tudtok menni, oké. Okay. Na, most esernyőtök van, fogjuk rá. Társalogni kell, meg flörtölni kell. Oké, okay, gyere. Hát, ha mégis meg tudom csinálni. Egy ámulatba. Ó, ja igen, ez kicsit olyan fordított visszás lesz, meg egy szexi póz. Szerintem ez igen, meg akkor beszélgethetnek egy kicsit. Na, az meg is csináltuk az elsőt, úgyhogy ezt kéne még gyors elérni. De miért nem lehet a... Csokolod az esőben, ahol van. Csinálhatod. Oké. Okay. És akkor... Oké. Okay. Milyen nézek valami szenvedélyest. Ó, gyerek, úristen, nem, gyereket nem. Hú, tudjátok, az előző részben elvitték Agent 103-at a szufok. Hát nagyon... Nagyon-nagyon drukkoltam, hogy nehogy... Valami baba legyen. Ó, Agent elkezdett vizébe lenni, rózsaszín. Nem látok olyat, hogy szenvedélyesen. És akkor le kéne ülni valahol beszélgetni. Na, próbálnak meg még egyszer, nem tudom, aha, az megvan. Miért kell? Ezüst? Aranyértékelést kell, nem? Tényleg? Jaj. Oké, okay, hova tudtok itt leülni? Tudom, hogy le lehet ide valahova ülni, csak nem tudom, hogy hova. Ide talán... ide. Üljön le vele. Miért esik az eső nyáron? Oké, okay, ez megvan, ezüst. Nem tudom, hogy egyébként játékos hangulatban hogy kellene, de valószínűleg azt fogom megint csinálni, hogy veszek ilyen trétet, ilyen játékos hangulatot föltön. Instant. Ja, de instant móka. Na mindegy. Nem igazán, nem akarnak menni. Jaj, nem akarnak menni. Jaj. Na, itt van, megvan. Akkor lehet, hogy kellett egy kis interakció. Kérlek, aztán elmehet, ígérem, mind a ketten elmehettek a WC-re. Vagyis legalábbis a bokorba konkrétan. Na, ezt ennek számítania kell. Ennek számítania kell. Nem már. De, az... Oh, jól van. Oké, okay. Akkor ez már is egynek. Egynek. Jó. Jó, akkor ígérem most akkor a következő lépés, hogy elviszlek titeket valahova. Amit hallatok, az orviszketés, és rettentően elkezdett viszketni az óra. Jó, akkor itt vagyunk. Hol is menjünk? Az, hogy itt megint nincsen semmi. Itt egy kávéház van. Nézzünk számmesúnót, hát, hogy itt van valami jó hely. Hát... Karaoke-ben, na, annyira, engem annyira az nem érdekel, Fűzfa völgyébe szerintem. Igen, ottan, ott csak az a szűzé van. Lehet, hogy kellett volna letegyek valamit. Strange, na Strangerville. Úristen, tényleg tök régen voltunk. Menjünk Strangerville-be ide. Miért ebben a ruhába öltöztél? Hát nem tudom, de...
Jó, akkor most a lényeg, hogy ugye ugyanazt végigcsináljuk megint, hogy beszélgetnek egy csomót, illetve flörtöljön, úgyhogy ezeket majd ki fogom vágni, és akkor ha esetleg valami történik, akkor azt majd nem vágom ki, de amit ki nem történik, akkor kivágom, mert ezt már végigcsináltuk, ugye? Oké, már most csak ott vagyunk, hogy egy az utolsó a szenvedélyes csókke, úgyhogy remélem, hogy ez megint fölviszi, és aztán elviszem egy olyan helyre, ahol esetleg enni tudnának, és akkor én mondtam, hogy egy parkba elvinném őket. Oké, akkor megvan a második. Szuper, és akkor még... Hoppá, bocsánat. Elviszem, ja nem. Ezt mindig elszúrom. Akkor megint elviszünk egy randira. Ha jól tudom, Oázis Ligetbe van egy étterem itt. És akkor lehet ide megyünk most. Itt jól tudom, itt enni is tudtak, úgyhogy végigbeszélgetjük ugyanúgy ezt az egészet, illetve végig, aztán majd a köbben kajánál visszajövök. Na hát nem sikerült a randi, mert valamiért olyan hosszú ideig húztam, vontam, hogy egyszerűen nem sikerült. Úgy maradt a két randi, hogy is van, igen, kettő, úgyhogy a harmadikat azt nem sikerült, de azt lehet, hogy otthon fogom, mert ez így nem fog működni. Úgyhogy, ja, egyébként csak ennyi van. Még az is lehet, hogy a következő részre fogom hagyni. Agentet hazaküldtem, mert rettentően felett volt, hát ki is ütötte magát rendesen. Úgyhogy szerintem haza... Igen. Menjél haza. Szerintem azt hagyjuk ezt az egészet, menjél haza. Mindegy. Itt a lottót is kiékszelem, úgyis vettünk már lottót. Igen, nem fizettük ki azt. A számlánkat, és most kiírta, hogy elmentünk anélkül, hogy kifizetnénk a számlánkat, úgyhogy nem tudom, hogy ezt egyébként meg-e tudjuk tenni, hogy kifizetjük a számlánkat. Ja, mert levontuk a bankszámlánkról. Mert milyen rendesek vagytok, és egyébként ma van a születésnapja Agentnek. Hát ez nagyon prima. De olyan fáradtak egyébként, minden bajuk van. Csak attól félek, hogy fel fognak így nőni. Ja igen, és akkor... Hoppá! Ugye én elméletileg Milával csináltattam egy tortát, mindjárt meg is nézem. Amit most vagy... Nem, aha, nem csináltam. Vagy nem csinálta meg a tortát, vagy... Na gyere! Vagy pedig... megette, vagy kidobta, vagy mit tudom én, a projektet, ezt így... Szerintem ez nem kell már ez a projekt, ez szerintem nem a középiskolásoknak való projekt. Jó, megcsináltatom még akkor vele a tortát, ugye? Ó! Tudod már el, itt hagyod a lecukédet, akkor ez elég gázos. Nem foglalkoztam, de közben ő maga megcsinálta egyedül a házi feladatját, úgyhogy ez teljesen jó. Szerencsére, mert elfelejtettem neki ezt kiadni. Na szóval megcsináljad a tortát, fölnövesztjük, ugye, vagy hát konkrétan megöregítjük a két szülőt, addig ők egy kicsit pihennek, de annyira megnézem, hogy állítanak, hogy túl büdösek se ne legyenek, jó, akkor... Hát kíváncsi leszek, hogy Mila miért csinál. Mila, létszik, nagyon jó tortát csinálja, hogyha nem olyat, akkor még egyet fogsz csinálni. Na, most kiderül a mandula, hogy mi lesz itt. Oda. Köszönöm. Jó. És lehet rá szülnapi gyertyákat tenni. Szuper. Persze, egy selfie azt mindenképpen kell. Leellenőrzöm, hogy megye a felvétel. Lehet nem is fogok minden ilyen ellenőrzést kivágni, hogy lássátok, hogy sokszor tényleg azért vágom ki, mert annyiszor ellenőrzöm a videó felvételt, hogy az tényleg az hihetetlen. Mert ugye nem egyszer jártam, mégis általában mindig olyankor, amikor nagyon fontos dolog volt. Tedd már rá azt a gyertyákat, nem tudom, mit állsz itten. Jó, és akkor... Fújja a gyertyát. Tudom, hogy agentél ez. Ó, agent pont itt vagy. Nem baj. Végül is mindegy.
Maradjál itt, mert te is, neked is lesz. Jaj, kivette a szívecskés sütit, de aranyos. Na, anyátok idősebb lett. De neki nem is látszik annyira, de jó. Adj hozzá szülnapi gyertyát. És akkor gyere, te is fújd el a gyertyát. Jaj, Agent, pedig te annyira jól nézel ki, de nagyon sajnálom egyébként. Nem mentettem el egyébként. Lehet, hogy nem mindegy, lehet el kellett volna mentsem. De nem is már mindegy. És megmaradt a fekete... Nem, azt hittem megmaradt a fekete haja. Közben kaptunk egy csomó ajándékot, úgyhogy mindjárt még annyi, hogy leviszem. Megnézem az ajándékokat, és akkor tényleg ennyi, ez lesz a vége. De nem is veled fogok, hanem veled megyek le. Mert neked tudomásom szerint nagyon kevés van az inventoriba, úgyhogy nagyon jól fogom látni, hogy hogyan, úgyhogy... Ja. Ó, nagyon gyorsan le is jöttél. Miket kaptunk? Játékot, mondjuk nem olyan olcsó volt. Robotot. Valakitől kaptunk egy magot. Elme feletti izmok könyvet, az se kell. Mi elemet is kaptunk, egy Wolfium. Nem is közönséges egyébként, úgyhogy lehet ezt majd... Nem is tudom. Valahova majd ezt... Jó, szerintem te menjél aludni, bár neked igazából tudom, hogy dolgozni kellene. Ó, na jó, akkor ezt a részt nyom abba, és akkor innen fogom folytatni a következő részt, mert nem akarom túl hosszúra ereszteni, úgyhogy köszönöm szépen ezt a részt megnéztétek, és akkor találkozunk a következő résznél. Sziasztok!